nem kizárólag a székelyek ünnepelz, hanem az összes nemzetségé, azoké, akik valaha Bukovinában laktak. Látható az majd, hogyha figyelik ezt a műsort, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami hasonló a különböző népcsoportoknál, akár a népzenében, néptáncban. Például a székelyeknek is van egy úgynevezett hétfélés táncuk, ami a különböző népeknek a táncaiból ötvöződött össze, de természetesen minden egyes nemzetiség ott kint Bukovinában is megőrizte a saját hagyományait, népszokásait, így a magyarok is. Itt számunkra azért fontos Bonyhádon, illetve Bonyhád környékén, mert a népességnek egy jelentős része onnan származott székely, akik 1941-ben, illetve 1945-ben jöttek haza Magyarországon. Gyakorlatilag ez a Bukovina valamikor, ha úgy is megfogalmazhatjuk, hogy Európa volt kicsiben, hiszen rengeteg nép élt ott egymás mellett békében és barátságban. Az Európai Uniónak is valami hasonló a célja. Hál' Istennek az ott élt és most ott élő népek döntő többsége már az Unión belül van. Most szorítunk azért, hogy az Uniónak a határai kelet felé tovább bővüljenek. Elfogultság nélkül állíthatom, hogy a legnagyobb közönség sikert a Romániából érkezett táncsoport fergeteges produkciója aratta. Külön érdekesség, hogy a település első embere egyben az együttes vezetője is. Nagy lokálpatriótaként együttesünk felvállalta, hogy a bukovinai népszokásokat, hagyományokat nem csak hogy ápolja és megőrzi, hanem amennyire tőlünk telik, a világ minden részével megismertetjük. Szerencsére ma már Európa számos pontjára meghívnak minket, így a 6 tagú zenekarral kiegészült táncsoportunk egész évben úton van. Bonyhádra is meghívtak minket, ahol nagyon megragadott minket az emberek szeretete és figyelme. Azokat a táncokat, amelyeket bemutatunk a magyar közönségnek, eredeti bukovinai népszokásokból merítettük. Sok modern lépést is alkalmazunk, így a táncosok és a zenekar folyamatosan képzi, fejleszti tudását. Azt vettük észre, ez nagyon tetszik a közönségnek. A bukovinai székely hagyományokat több egyesület is megjelenítette a színpadon. Elsőként a Kétyieket kérdeztük arról, miként sikerült csoportjukat több mint 30 éven át életben tartani. Hát végül is Kétyen már 70-es évektől folyamatosan történik ez a hagyományőrzés, de ilyen kisebb időközönként megszakadt ez a hagyomány ápolás, a népdalkörök felbomlottak, újra alakultak. Hát jelenleg akik most énekelnek, nagyon 10 éve énekelünk együtt, és hát Kétyen zömében Hadifalváról települt székelyek vannak. Az ő dalaikat énekeljük, művészeti vezetőnk Falkai Gyuláné, az ő segítségével készülünk. Szoktak-e fellépni néptánc együttesekkel közösen, vagy van-e valami kapcsolatuk valami néptánc együttessel? Hát a Hőgyészi székelykőrrel szorosabb a kapcsolatunk, velük 3 éve voltunk Bukovinában, Kömpulunkban. Zombaiakkal is elég jó a kapcsolat, úgyhogy azért tartjuk a kisdorogi népdalkörrel, úgyhogy általában a székely népdalosokkal elég jó a kapcsolatunk. Az ének és a tánc szoros kapcsolatát mi sem mutatja jobban, mint hogy a fellépéseket követően a csoportok tagjai beszélgetve, anekdotázva idézték fel a közös emlékeket. A német nemzetiségi énekkar műsorát a szervezők a testvérvárosi Hohem tiszteletére építették be a műsorszámok közé.
a Völgységi Kulturális Élet másik meghatározó együttesének képviselőjével, Sterner Józsefnével a tánchagyományok ápolásáról és az ezzel járó nehézségekről beszélgettünk. Elgondoltuk néhányan felnőttek, akik nagyon gyakran szórakozunk együtt a táncházakban, hogy megpróbálunk mi is a 16-18 éves gyerekekkel együtt nem csak a táncházakban szórakozni és táncolni, hanem fellépni. És hát ezekkel a házas párokkal még csak néhány próbánk volt eddig, de azért azt el kell mondanom, hogy az egyik házas pár Fülöp Ferenc díjas táncos, Kelemen Tibor és Kelemen Etelka, aztán egy másik házas pár is évek óta táncol hagyományőrző együttesben, a kollégám Szabadi Mihály is néptáncpedagógus, úgyhogy azért némi táncos múlttal rendelkeznek a felnőttek. Felnőttek is, de így első alkalommal mutattuk be a bukovinai táncokat együtt. Tudom, hogy nem nagyon szeretik ezeket a véleményeket a televízióban, és a nézőknek is elég nehéz szembenézni vele, és nekünk is nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy egyre kevesebb sajnos az, aki erre időt és fáradtságot szám. Viszont azok az emberek, akik erre rászánják az energiájukat, azok pedig annyira átszellemültek és annyira lelkesek, hogy ez ad erőt nekünk is, és ebben bízhatunk, hogy azért ez a dolog mégsem fog elveszni. Táncosok hogyan készülnek egy ilyen műsorra? Mennyi időt és pénzt áldoznak arra, hogy egy ilyen műsoron felléphessenek, vagy egy ilyen találkozóra eljöhessenek? Hát, amint mondtam, 96-ban alakult a mi együttesünk. Szinte, ha azt veszem, azóta készülnek rá. Velünk táncoló 16-18 éves fiataloknak 10 év munkája van abban, hogy egy ilyen fesztiválon itt lehetnek. Az, hogy milyen anyagi áldozatot hoznak, az változik csoportonként. Hát, hogyha belegondolunk, hogy egy pár új férfi csizma a legolcsóbb áron is 30 ezer forint, vagy éppen most kellett cipőt vennem erre az alkalomra, ami 8 ezer forintba került. Tehát azt hiszem, hogy itt minden egyes ember, aki viseletben van, komoly anyagi áldozatot is hozott már ezért. A csoport vezetője hozzátette, a táncosok nem csak rengeteg pénzt, de a szabad idejük nagy részét is arra áldozzák, hogy egy-egy ilyen produkcióval felléphessenek. A színvonalas gála műsort látva lehet, hogy ettől kezdve több tisztelettel tekintünk majd mi is a néphagyományok őreire.